Az F-14 Tomcat, mint flotta védővadászgép, valószínűleg a többség számára ismert. Annak előélete talán már kevésbé. Szóval, hogyan is született meg az F-14 és milyen út vezetett a híres hírhedt cicushoz? A haditengerészet számára lényegében az atombombával vagy atomtöltetű torpedóval felszerelt bombázók, már ha volt ilyen, jelenthették a veszélyt az 50-es években. Ezek alkalmazásához a hajók közvetlen közelébe kellett repülni. A vadászgépeknek tehát bőven volt idő megközelíteni és lelőni a célokat. Nagy magasságban működtek az akkori, kezdetleges légiharcrakéták a nem manőverező bombázók ellen. Még ha esetleg torpedóval támadtak a bombázók, kis magasságban elfogni és lelőni a bombázókat semmi nehézséget nem jelentett volna. A KS-1 és KSR-2 hajó elleni rakéták megjelenése az 50-es évek legvégén előrevetítette a kort, amikor a fenti kényelem már nem adathatott meg. Ez sejtette, hogy a jövőben szubszónikus, vagy később akár szuperszónikus, hatalmas rakétákat eregető bombázógépekkel kell felvenni a harcot. A US Navy nem várt tölbetett kézzel. Jó, tegyünk ellene valamit. Az 50-es évek legvégén már folyamatban volt az F-4 Phantom rendszeresítése, de a szuperszónikus vadászgép a fent említett célok ellen nem felelt meg. Az tisztán látszott, hogy egy nagy hatótávolságú, 6 órán át légiutántöltés nélkül járőröző, illetve az akkori szemmel nagy hatótávolságú légiharcrakétához és a hozzá szükséges radarhoz speciális repülőgép szükséges. Érkeztek erre különféle pályázatok, a legismertebb talán a Douglas F-6D Missiler volt. A koncepció láttán az aktív radarvezérésű AAMN-10 iglu rakétával együtt is a reakció elég vegyes volt. Na. Nagyon nem erre számított a többség. A szubszónikus, manőverező légiharca nem képes repülőgép koncepciója sok vitát szült, pedig igazából nagyjából erre lehetett számítani. Az eszementen magas őrjáratozási idő elvárást ma sem lehetne máshogy teljesíteni légiutántöltés nélkül. Hivatalosan a manőverező légiharc képességet hiányolták, de feltöltően inkább egy bizonyos személyi ötletek kaszálta el az egész koncepciót 1961. decemberében. A Kennedy kormány védelmi minisztere, Robert McNamara, akire leginkább az optimista technokrata jelző illik, előállt a nagy ötlettel. Mi lenne, ha a légierő és a haditengerészet egy alapvetően hasonló, majdnem azonos alaptípust használna, ami mindent is tud? Nagy gyártási darabszámmal, a kvázi szuperfejlettség ellenére a fajlagos költségek alacsonyan tarthatók lennének. Elvben. Érdekes koncepció! Ne aggódjon! Lényegében ez volt az utolsó koporsószeg a Missiler számára. A kezdeményezésből induló TFX programból születő F-111 család azonban a hatalmas elvárt őrjáratozási idővel, a két darab AIM-54 rakéta belső fegyvertérben, 4 darab szárny alatti hordozásával, nagy magasságban Mach 2 csúcssebességgel, illetve az ekkora sebességnél a gépelhagyást is lehetővé tevő mentőkapszulás kialakítással egy 21 tonnás üres tömegű monstrumot eredményezett. Ami még olcsó se lett. Pedig már itt is engedtek a 6 órás űrjárati időből számottevően. Na, ezek után jött a vietnámi háború és annak tapasztalatai. Ahol az F-111B-hez képest pehelysúlyú, alig fele tömegű, de csak rakétafegyverzette repülő F-4 Phantom vadászgépek számtalanszor alul maradtak a technológiailag primitíve MiG-17, MiG-19 és MiG-20 vadászgépek ellen közeli manőverező légiharcban, amik közül az első se radarral, se légiharcrakétával sem rendelkezett. Na, ehhez képest az F-111B 21 tonnás tömegével, egymás melletti személyzet és kabinból való pocsék kilátással elég nyilvánvalóvá tette a helyzetet. Így nem lesz jó. Az F-111B beszerzését ez és számtalan más kifogás miatt törölték. Viszont a haditengerészetnek nagy hatótávolságú, hosszú őrjáratozása, illetve manőverző légiharca és használható vadászgépe még mindig nem volt. A VFX program során erre kellett valami megoldást adni, ami nem annyira eszement végeredményt ad, mint az F-111. Ez viszont csak úgy volt lehetséges, hogy több helyen számottevően módosították az elvárásokat. Kabinkapszulás mentőrendszer? Lapátra vele! Jó lesz a hagyományos tandem elrendezés a személyzetnek katapultölésekben. Amúgy is, a vietnámi tapasztalatok megmutatták, hogy az 1,3 Mach feletti sebesség olyan ritka, hogy erre méretezni a gépelhagyást felesleges. Belső fegyvertér? Lapátra vele! A rakétákat csak is külső függesztéssel hordozza majd a gép, annak minden hátrányával. Na lássuk, mi van még. Új hajtómű?
Kösz, lemondok róla! Elég lesz a Miss Siler számára a tervezett TF-30 is, utánégetővel azt jó van. 32.000 font, vagyis 14,5 tonnás belső üzemanyag kapacitás? Talán le kéne fújni az akciót. Nem, túl nehezek. Legyünk sokkal drasztikusabbak. Elég lesz kb. A fele, 16.000 font, 7,2 tonna. Emiatt kisebb lett az őrjáratozási távolság és idő? Ez van, ezt kell szeretni. Ezzel végre hosszú vajódás után megszületett a vadászgép, amit annyira vártak. Uram, csoda történt! Ami viszont az eredeti, de amúgy irreális elképzelésekhez képest... Kicsit sárgább, kicsit savanyú, de milyen? De legalább volt. A történetben azonban volt némi csavar. 1974-ben a Grumman a haditengerészettől kölcsönfelvételét kérte, hogy az F-14 gyártása folyamatosan és zökkenőmentesen haladjon. Azonban... Mi volt? A Grumman fejesei augusztusban lebuktak, akik a kapott pénzt nem a gyártósorokra, hanem egyéb pénzügyi manőverekre használták fel. Na, a kongresszus erre úgy berágott, hogy megmondta a program pénzügyi támogatását, ami lényegében a program törlését jelentette volna. Hát ez a buli megdöglött. Irán viszont tojt erre az egészre, a SA a Tomcatet választotta ki a légiereje számára, amiből végül 80 példányt rendeltek meg. Ezzel viszont a haditengerészet lényegében a kongresszust sározhatta be, hogy de hát hogyan engedhetik, hogy Irán fejlettebb vadászgéppel rendelkezzenek, mint ők maguk? Az iráni megrendelés nélkül a Tomcat gyártása lehetséges, hogy már 1975-ben véget ért volna. Így viszont összességében némi óra koppintással a program folytathatódott. Az már külön vicc, hogy az F-14 milyen körülmények között nyűgözte le az iráni nagyvezírt. Az F-15 Iglő alaposan megtankolva repült el a bemutatóját. Azt követően az F-14 annyira kevés naftával, hogy a cicus hajtóművek kigurulás közben leállt, mert elfogyott az üzemanyag. A SAV viszont teljesen le volt nyűgözve, azonnal a cicushoz ment, hogy az kell, a SAS nem is érdekelte. A minden haderőnem számára is használható közös gép ötlete nem süllyedt el teljesen. Amikor a 90-es évek végén kezdődött a Joint Strike Fighter program... Legalább kipróbálhatnád. Hát, ha most már jó. Na, te marha! Itt megint arról volt szó, hogy egy nagyjából hasonló alapon, de egy típus családba tartozó gép elégítse ki a légierő, haditengerészet és a tengerészgyalogság igényeit. Hogyan ment? Sikerült! Köszönöm, köszönöm, megcsináltam! Sikerült! Megcsináltam! A technikai fejlődés lehetővé tette, hogy az F-35-nél megvalósítsák az F-111-nél megálmodott elképzelést. Három igen hasonló, de azért eltérő igények szerint tervezett vadászgépet. Mindezt úgy, hogy az F-35B helyből felszállása és leszállása is képes. Persze sokkal szerényebb hatótávolsággal és kisebb fegyvertérrel, mint hagyományosan üzemelő légierős és haditengerészeti testvérei. De az F-111-hez képest összességében ez egy sikertörténet volt. Csak az eredeti ötlethez képest laza 50 évvel később sikerült azt épkézláb módon továbbra is erős korlátokkal megvalósítani. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, nyomd be a csengőt, hogy értesülj a legfrissebb tartalomról és hírekről a csatornával kapcsolatban. Ez utóbbit megteheted a csatorna Facebook oldalán is. Ha esetleg valami nem világos, kérdés vagy hozzáfűzni való van, a kommentelés lehetősége szabad, lehet csapatni. Támogathatod a csatornát annak Patreon oldalán, vagy akár YouTube felületén feliratkozással, vagy a videó alatti szuper köszönet gombbal. Az előbbiekért cserébe korai hozzáférés, extra tartalom, beszámoló az előrehaladásról, illetve csatorna tartalmával kapcsolatos szavazások várnak hozzáférhetővé. Ez idáig 13 extra, támogatói anyag készült, ezek tartalmát a videó alatti linken olvashatod. Amennyiben csak úgy szeretnéd a csatorna munkáját támogatni, akkor PayPalon keresztül is lehetőség van adományozásra.